itt a következő most frissítés. Ami most újdonság, az a slime blocknak lettek fejlesztve a ugrási képességei, ugyanis most már kontroll alapján lehet szabályozni, milyen magasra ugorjon, meg azt is lehet csinálni, hogy ne pattanjunk róla vissza, tehát majd, hogyha bekerül a szerverre a mod, akkor ne legyen az, hogy a slime block tök ilyen izé, hogy fa, nem ám. Így hát gondolkodtam egy kicsit, hogy lehetne jobbá tenni, és hát egy-két dolog, az szerintem így most már kellemesebb lesz majd, mikor ezt a blokkot használni fogjátok. Remélhetőleg még betölt ma a map. Igen. FPS jó, nekem jó, remélem nektek is. Akkor mi kell nekünk? Slime block. Persze. Na, akkor, hát ennek már egy bugból kifolyólag van egy olyan képesség, hogyha oldalról neki az ember, akkor magasabbra dobja alapból, mint hogyha így ráugrik. Na most ezt egy kicsit továbbfejlesztettem, ugyanis lehet... Na, shit, mi ez? Jó, majd most már jó lesz. Nem már innen, te hülye fa. Na ennek most már van egy olyan tulajdonság, hogyha neki sprintel az ember, még annál is magasabbra repíti. Látjátok, így most már még magasabbra repít. Tehát ez még egy újdonság. Ha sprintálsz, akkor még magasabbra repít. Mert alapból repít mondjuk olyan 75-ig, neki sprintve az ember, fölrepít ilyen 100, hát 99-98-ig. Tehát egy ilyen plusz 20 blokkot jelent. A következő újítás az, hogyha itt pattogsz alatt és le akarsz jönni róla, akkor sneakelve lazán le tudsz róla sétálni. Tehát hogyha így legugoltok így. Ráugrotok, besznékeltek, és nem pattogsz tovább, és akkor így lezen le lehet jól róla jönni. Na. És igen, ilyen mély hangot ad, ha neki sprintelsz, akkor pedig mindjárt mutatom, milyen hangot ad. Akkor meg ilyen vékonyabb hangot ad. Jó. És akkor... Ja, szerintem a Teamcraft módból most ennyit, és akkor megmutatnám igazából az új projektet, amiben belekezdtem. Amit tulajdonképpen ezekkel kapcsolat és ezekkel a 3D-s matyiságokkal, hogy a Minecraftba például az ágy az úgymond egy itemből áll, meg egy blokkból. Na most az item az az, amit az inventoryban látunk, és azzal jobb klikkelve az rakja le a blokkot. Na most a blokk az aránylag jól néz ki, kivéve egy 7-2-ből a hotbagos, viszont az inventoryba szerintem tök szarul néz ki az a kis ikonja, ami van. Szóval az volt a tervem, hogy kimodellezem az összeset modellező programmal, és megcsinálom 3D-s modellel inventoryba is. Na, ezt meg is csináltam az ágyjal és a hopperrel is. A hopper az fogalmam nincs, hogy van magyarul. Mit tudom én, mi a nevem, magyarul fogalmam nincs, majd mindjárt látni fogjátok úgyis, mert meg is fogom mutatni. És mondjuk a hopper az még nincsen teljesen kész, de azt szerintem, hogy most be is fejezem. Van olyan nekünk, hogy ágy, tehát látjátok, itt ilyen gyönyörű szép 3D-s modellje van. Meg itt van a hopper annak is, és előső nézetből ez már szerintem jól néz ki. Hopper az még kicsit ilyen jedis, de azt mindjárt fogom is majd állítani. Meg itt még jobb kézbe se, tehát kézbe se néz ki jól. Az ágy az tulajdonképpen ugyanúgy működik, csak... tehát más lett az inventory képe, inventoryból meg chestekből sehonnan nem tűnik el. Tehát tulajdonképpen csak a kinézetét változtatja meg a ágynak. Ugyanez működik a hopperrel is, tehát semmi különbség nincs közte, ugyanúgy működik, tehát ugyanúgy lehet kapcsolni egymáshoz őket, az semmi nem változik, csak az inventory képe. De azt szerintem jobban néz ki, tehát... ja. Az ágyat azt már mondtam, azt már megcsináltam, a hoppert azt még nem csináltam meg, ugyanis egy-két dolog még nincs benne kész, szóval itt most szerintem igazából be is fejezném itt ezt. Nem tudom, most debug módba indítottam el, mert hogyha nem, akkor az életben nem fogjuk tudni csinálni. Valószínűleg nem debug módba indítottam. Nem hiszem. Legalábbis nem emlékszem arra, hogy abban indítottam volna, szóval elindítom debug módba. És akkor gyors így befejezem a hoppert, és nem tudom igazából, hogy ez jó-e nekünk, mert van a modban a tábla, és szerintem azt is ki fogom venni, és majd áthozom ebbe a modba, de szerintem ez a mod is úgy lesz majd, hogy ilyen letölthető matyi, mint a jeges textúrás resource pack megoldás.
És ja, tulajdonképpen majd ez lesz, és akkor hát ez így el lehet szórakozni, tehát hogy van rotatev, az a forgatás, translate, az pedig floatokat kell tennünk. És nem tudom, az itt miért nem. Ja, mert hogy így mozog, aha, majdnem eltaláltam mi. Nulla, akkor közelebb kerül, aha. Ez kell nekünk. Azt kéne egy kicsit föntebb. Most ez nem tudom, hogy lefele fogja elvinni, vagy fölfele. Ja, ez fölfele, én úgy láttam legalábbis. 1.0. Ja, ez fölfele viszi. Most azt kéne egy kicsit befele. Most azt kéne, hogy 0.3 float, és szerintem erre is 0.3 float, mert ez akkor befelé is viszi, meg oldalirányba is. Ez nem tudom, hogyan fog itt most működni. Nem tudom, nekem semmi nem látszik, hogy valami történt volna. Mert csak jobban kiviszi oldalra, akkor szerintem majd ez lesz az, ami befele fogja vinni. Nem. Mi a fasz? Ezeket mindig elfelejtem, hogy melyik paraméter merre viszi, szóval ezeket mindig, mikor újra elkezdek egy ilyen modellezős matyit csinálni, akkor ezt mindig újra kell csinálnom. Mondjuk ezt felvesszük 20-ra, és akkor biztos látni fogom, hogy ez merre mozgatja. Oh, shit, hol van? Hoppá! Na, ez már az egy Jedi, nem? Zsír. Hát ez majdnem az, amit én akartam. Akkor azt úgy látszik, hogy mínuszba kell tennünk 1.0-ra. És ja, már most közelebb van, és még ezt kell kinte vinnünk egy kicsivel. Hát ja, nem így. Mondjuk legyen 0.8, de ez meg csak legyen mínusz. Ez is 0.8, lássuk így most hogyan. Hű! Hát ez meg. Ez se igazából az, amit akartam, szóval ez egy kicsit félreérthetőbb, de mindegy. Na, gyere már ki a kezéből, he, mit szórakozol? Az lesz az. Jó. Szerintem ez igazából akkor nulla. Hát, ezt még egy kicsit visszább, egy olyan 6, talán. Hát még egy kicsit, mondjuk 3. Ja, még egy picit föntebb, és egy picivel bentebb, mondjuk 0.2-re. Még bentebb. Ezt, hogy távolodik. Minuszba kell mi? Hát, levél vagyok. Na, miért távolodik? Jó, egy nagyon picivel kell kintebb. És most már jó. Na, még amit itt lehet látni, hogy előső nézetből nem jó, mert túlságosan lent van. Szóval hozzáteszünk egy olyat, hogy mondjuk ez eldobva nem tudom, hogy milyen. Ja, ez jó, az ágy. Hűha, az kicsit mintha nagy lenne. Jó, az így nagyba. Mondjuk ez elég nagy így, nem? Hú, és így belezoomol a playernek a pofájába. Az igen. Hát ez lehet kicsit kisebbre veszem igazából. Sase Entity. GL11, GL, ma van, Scale, akkor 0, 0, 0, 0 egyenlőre, és aztán 0.5 float, 0.5 float, 0.5 float. Na most ez felére fogja venni. Jó, itt nem változott semmi. Ja, így már az egy kicsit cukibb. Szerintem egy ekkor elég is, csak kicsit lentebb kell még tenni. GL11, GL Translate, ez nulla. Egyelőre ez is nulla és ez is nulla. Nem tudom, hogy most pozitívba vagy negatívba kell gondolkodnunk. De van egy olyan jegyzés, hogy negatív. 0.5, mindjárt kiderül. Ja, Minecraftot újra kell indítani, mert hibát vétettem, és ilyenkor, mikor hibásan próbálja beinjektálni a futó Java gépbe, ilyenkor újra kell indítani a
programot, mert ez egy ilyen matyi, tehát ez van és létezik. Nem tudom időben mennyire tartunk, de ez gyors befejezem, és utána szerintem ez zárom is, és akkor hogyha szerintetek ez jó, akkor szerintem még amit gondoltam kimodellezni, az például a kapcsoló, tehát a nem tudom, magyarul lever, és hát nem tudom, még itt gondolkoztam, hogy miket lehetne. Tehát itt még például van nekünk olyan, hogy tripwire hook, arra is gondoltam egy 3D-s modellt, ez a hopper szerintem sokkal jobban néz így ki, nem tudom ki, hogy van vele, de nekem jobban tetszik. Mit lehetne még? Igazából már... Hát nem tudom, itt mik vannak még igazából. Nézem itt. Lehet a izékne, majd a virágcseréknek fogok még csinálni egy 3D-s modellt. A táblákét áthozom, majd a paintingnek nem csinálok, és lehet majd még a headeknek fogok csinálni. Ja, valószínűleg a headeknek még csinálok, és majd, de azt már nem itt. Ja, így már az ágy, a ágy kicsit kellemesebb szerintem. Na, akkor még a hopper. Azt még mindig nem csináltam meg. Most már ezt bezárom, és... Case Entity GL11 Milyen Entity? Hülye vagy? Sose. Ezt jól megmondtam magamnak. Equipped First Person. Azt kell nekünk. GL11 GL Translate. Ez 0000. És akkor megnézzük, hogy a kicsit föntebb is kell, de jobbra. Most jobbra az azt hiszem, hogy ez 0.5 float, és fölfele pedig is 0.5 float. Ja, valahogy így, szerintem ez pont jó, és így. És akkor eldobva... Hát... Kicsit glitchel a talajba, szóval azt lehet, hogy igazából... Várjon csak, melyik van még egyáltalán? Sose. A first person map. Ja. Az igazából már lényegtelen. Akkor ezt igazából lehet az, hogy 0.6 kicsit föntebb. És akkor elméletileg már most... hát még glitch-el. Akkor Sose Entity GL11 GL Translate 0.0.0. És ezt pedig összeírom 8-ra, mert van egy sondagyilom, hogy ez egyáltalán kell nekem, nem biztos. Ide suppressed warningot teszünk, ugyanis nincsen teljesen befejezve ez a rész, és ilyenkor ilyen suppressed warningot kell tenni. Egy kicsit fejjel lefele van igazából, nem? hol van megfordulva? Itt, az biztos. Ide majd tenni kell egy breaket, az biztos. És ilyenkor megtörés, ilyenkor visszafele halad majd a kódba. GL11 GL rotate 180 fokkal kell, és ez szerintem itt igazából végig nulla is lehet, majd ezt meglátjuk. És itt ugyanaz, hogy GL translate... Milyen translate, hülye vagy? GL11 GL rotate, az kell nekem. 180 fok, 0.0.0, és nézzük most mi történik. Shit. Nagyon lent van. Nagyon lent van. Méghozzá equipped first personbe egy kicsit föntebb visszük, mondjuk úgy 1.0-ra. Ja, már most látszórik. Még egy kicsit, 1.3. Kicsit render glitches. Várjunk csak. Megint elbasztam. Na jó, szerintem ezt a bénedást itt most hagyom abba, ugyanis ezt kicsit még át kell gondolnom, hogy ez akkor egyáltalán legyen-e meg, hogy most tulajdonképpen mi van. Ja, ha szerintetek ezt érdemes megcsinálni, akkor befejezem szerintem ezt az egészet, és amit mondom, azokat még befejezem, és akkor szerintem ez ugyanúgy letölthető lesz majd a
modolt szerverre, hát hogyha ez megoldható persze, ha nem, akkor majd azt így valahogy, nem tudom, majd valahogy megoldom. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és szerintem a modról még fogok biztos jelentkezni, mert már ötször elmondtam azt, hogy nem fogok, de még mindig itt vagyok. Szóval, ja, szevasztok!